Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Inkább is kommentálom, Krisztián, amit te itt az előbb mondták. Köszöntöm mindenkit, a Restartot látjátok ismételten. Élőben, ahogy ezt megszokhattátok, általában 5 és 6 között hétköznaponként informatikával foglalkozunk itt a Fixen. Én a Vendi vagyok, szevasztok még egyszer. Vannak elérhetőségeink, a képernyő alsó részén lehet ezeket olvasni. 44513 49-es, ami telefonszámunk, ezen hívhattok, illetve Skype-on is elérhetőek vagyunk, tv.fixhd. Egy arra alkalmas webkamera, ódere, mikrofon segítségével lehet hívásokat kezdeményezni felénk. Ezen kívül vagyunk a Facebookon is, facebook.com/fixhd, lájkoljatok minket, illetve ide is várom a kérdéseket, hozzászólásokat, az üzenőfalunkra írjatok, jó? Mert lehet üzenetbe is írni, csak azt nem mindig nézegetem, legalábbis itt adás közben nem nagyon, és utólag látom, hogy néha üzenetbe írtok, vagy arra posztra reagáltok, amit én küldök ki, de inkább csináljatok saját posztot, és akkor azokat figyelem itt az adás folyamán, ezekre a kérdésekre, illetve témákra reagálok majd itt a műsorban. Ezen kívül van egy saját Facebook oldalam, és azt is lájkolhatjátok, ez a facebook.com/vendifix címen érhető el, ide is várom a követőket, nyomjatok egy lájkot, én pedig mindenféle dolgot posztolgatok cserébe nektek napi szinten, vagy legalábbis amikor úgy van időm, és valami érdekeset találok a neten, akkor ezt általában szoktam felétek prezentálni. Jó, ezen kívül a weboldalunk www.fixhd.tv, itt találjátok az élőadás lehetőséget is, tehát ha valakinek kábel tévén nem jönne a televíziónk, akkor neten keresztül tudja nézni ezen az oldalon, tehát www.fixhd.tv, ott a Nézz minket élőben ikonra kattintani kell, illetve nem is az ikonra, hanem az alatta lévő SD vagy HD gombocskára. Logikus módon, ha HD-re kattintotok, HD minőségben indul el az adás, ha SD-be, akkor SD, vagy az SD-re, akkor SD minőségben, és a lejátszóban is most már váltható, tehát nem kell ahhoz becsukni és újra megnyitni, hanem a lejátszón belül is van egy HD ikon gyakorlatilag a jobb felső sarokba. Azzal tudjátok változtatni, hogy most a HD vagy az SD adást nézitek. Ezen kívül mobilon is megtalálhatóak vagyunk, m.fixhd.tv, itt is lehet nézni az élő műsort, ugye a megfelelő operációs rendszerre kattintva, már is indul okostelefonon és táblagépen az adás, illetve okos tévén is megyünk, ott pedig a smart.fixhd.tv-s címet kell beírni a TV böngészőjébe, és arra alkalmas készülékkel, amelyik támogatja ugye a HTML5-ös formátumot, akkor azokkal működik, akinél a Flash van támogatva, persze a flashes megoldással a weboldalunk simán, weboldalunkon keresztül simán el lehet érni az élő műsort. Videótárunk is van, tehát hogyha valamelyik műsort meg szeretnétek újra nézni, vagy lemaradtatok róla, vagy bármi, akkor a videótárból meg lehet keresni, szépen legördülő menü ott vannak a műsorok, kiválasztjátok azt, amelyiket nézni szeretnétek, hát most első körben ugye a Restartot, és már is visszanézhető, adás után egy kicsi idővel fel szoktuk tenni őket. És ugye ez a YouTube-ra van most már linkelve, tehát a YouTube csatornánkat érhetitek el gyakorlatilag a videótárból is, áttematizálva, de aki a YouTube-on szeretne minket követni, neki a Fix TV Hungary csatornát kell keresni és feliratkozni rá. Ha a felhasználói név szerint keresetek, akkor Fix HD TV nevű felhasználót kell keresni. Ez azért jó, ha itt feliratkoztok ránk, azon kívül, hogy persze elérhetitek a videókat és megnézhetitek, hogy mindig a legfrissebb adásunkról, ami felkerül, arról kaptok egy értesítést is, ha persze bekapcsoljátok ezt a funkciót, tehát mindig tudjátok, hogy mikor kerül fel a műsor. Tehát, mert kapom rengetegszer a kérdést, hogy mikor kerül fel, miközben már rég fönn van. Tehát, hogyha feliratkoznátok a csatornára, akkor kaptok róla egy értesítést, hogyha felkerül mondjuk a Restart, és már is meg tudjátok nézni. Jó? Úgyhogy kövessetek minket, annyiféle helyen lehet már minket követni, hogy már mi is alig tudjuk itt számon tartani, meg itt a műsor elején gyakorlatilag az első 5 perc biztos azzal megy el, hogy az elérhetőségeket sorolom.
Úgyhogy, és ennek ellenére még egy csomóan írogatják, hogy miért nem vagyunk fönt itt, meg ott, meg amott. Hát azért, mert már annyi felé én nem tudok itt figyelni, meg a kollégák sem. Úgyhogy maradjunk a Facebooknál, szerintem Facebookot szinte mindenki használ, illetve a Skype-nál, meg a telefonnál. Szerintem ez a három elérhetőség első körben bőven elég ahhoz, hogy egymással kommunikáljunk. A többi forrásnál pedig nézhetitek a tévét, és az is, azt hiszem, hogy most már minden platformon működünk, tehát nincs kifogás, hogy miért nem lehet minket nézni. Okay? Mert egy csomó emberkével találkozom egyébként, aki a régmúltból még így megismer, és kérdezi, hogy mi van a tévével, mert hogy ő nem látja. Hát pedig aztán az helyen lehet már bennünket nézni, lehet, hogy egy-két kábel tévé szolgáltató még nem sugározza az adásunkat, a fene egye meg őket ugyebár, de hát a neten keresztül bárki nézheti, tehát nincs kifogás, lehet minket nézni, és követni folyamatosan az eseményeket, történéseket, illetve jó pár műsorunkat, amik vannak különböző tematikában, és a nyárra még készülünk nektek egyéb meglepetésekkel is, de ezeket most egyelőre még nem lőném le, majd meglátjátok, tessék nézni a tévét folyamatosan. Na, kezdjük el, mert informatikai újdonságokban sem sincs hiány, természetesen mára sem, úgyhogy kezdjük is gyorsan egy ilyen hírrel, ami érdekes lehet. Ugye a Windows 8.1-es kiadása, tehát a Blue-ról vannak híreim, állítólagosan, és ez hivatalos, tehát vehetjük majdnem, hogy készpénznek is, június végén fog letölthetővé válni a Windows Blue kiadása. A Microsoft tegnapi blogjában hivatalosan is megerősítette azt a márciusi tippet, amelyben ugye már beszéltünk, hogy a cég minden valószínűséggel az idei fejlesztői konferenciáján fogja a végleges verzióban elérhetővé tenni a Windows 8 operációs rendszerének elkészült frissítését, illetve vannak nyilvános előzetesét. A hol Windows Blue-ként, hol 8.1-es Windows-ként emlegetett csomag több jelentős fejlesztést hoz majd a platformra, amelyek pontos miben létét illetően azonban egyelőre csak apróbb infomorzsák szivárogtak ki. Június végén egy nyilvános előzetest fog kiadni a Windows Blue-ból, azért, hogy mindenki kipróbálhassa, írta Brandon LeBlanc, a Microsoft kommunikációs igazgatója a cég hivatalos blogjában kedden. A vezető ezzel írásban is megerősítette munkatársa a Windows részleg irányítását a tavalyi év végén átvevő Julie Larson Green nyilatkozatát, aki a Wires Business Conference rendezvényen tartott beszédében emlegette ezt a bizonyos előzetes verzió kiadását. Az igazgató nő ugyanakkor egyértelműen cáfolta azokat az egyes források által még a hét elején is tényként tálalt információkat, miszerint a Windows Blue-val a Microsoft amolyan hátraarcot vagy visszavonulót fújna a Metro új felületének terén, és ismét a klasszikus asztali felület felé fordulna. Larson Green ugyanis egyértelművé tette, hogy a start menü nem fog visszatérni a frissítés csomagba, ugyanakkor a start gomb vonatkozásában nem fogalmazott valami egyértelműen. Ezek az állandó hírmorzsák tényleg, amiket itt elcsepegtetnek, és az ember már beleéli magát. Annyira nem szeretem beleélni magam a dolgokba, olyan nagyon tud koppanni az ember egyébként. És ez olyan rossz dolog. Na, szóval, de hogy azért valami lesz ezzel a start gombbal, ez utóbbi arra enged következtetni, hogy helytállóak lehetnek azok a még áprilisban kiszivárgott információk, amelyek szerint a start gomb valóban véletlenül opcionálisan bekapcsolható vezérlőként egyébként ismét elérhetővé fogja tenni a korábban megszokott helyén a frissítésekben, kattintásra azonban visszatérő vezérlő nem a start menüt, hanem a Windows 8-ban bemutatott új start képernyőt fogja előhívni. Mi most mit hív elő? Szerintem most is azt hívja elő, nem? De mindegy. A vezető, akinek egyébként annó kulcs szerepe volt a Metro új felület megalkotásában, beszédében utalt arra is, hogy a Microsoft heteken belül jelenti majd be második generációs Surface eszközeit is, amelyek között a korábbinál kisebb, a 7 és 9 colos kijelzővel érkező változatok is megtalálhatóak lesznek majd. Tehát ugye erről is beszéltünk már, Surface 2. Hát a második generációs kiadás, kicsit kisebb Surface gépek, olcsóbban, Windows 8 RT operációs rendszerre, ugye meglátjuk, mennyire lesz ez kelendő. Szerintem itt nem a méretével volt a gond, maximum az árával, illetve ez a Windows 8, ez egy kicsit ugye, egy picit eltántorít mindenkit ettől az egésztől. Ami nekem feltűnt itt a nyilatkozatok során, ami még szintén nem egyértelmű nekem, vagy legalábbis nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez a Metro új felület. Tehát nem arról volt szó, hogy ezt a nevet ők nem használhatják, ennek ellenére mindenki metrózik, ugye?
Miközben egyébként Microsoft Modern User Interface-nek hívják hivatalosan, csak ugye kezdetben Metro új felületként emlegettük, aztán kiderült, hogy ezt nem lehet használni, tehát ez valamiféle védjegy alá tartozik a Metro név, mint úgy, ezért rákötelezték ugye a Microsoftot arra, hogy ne használja ezt a nevet. Ekkor jött az új név, ez a Modern User Interface. Ennek ellenére most mindenhol mindenki metrózik megint. Ugye? Meg ez a start menüs történet is, meg start gomb, hát most van start gomb a billentyűzeten. Ha azt megnyomjuk, arra most is történik valami a Windows 8-ban, jól tudom, akkor jön be alapból egyébként a kezdőképernyő, tehát a start képernyő, mint úgy. Ha meg megnyomjuk, akkor visszamegyünk az asztalra. De maga a start gomb, tehát fizikailag ugye az asztalon lévő start gomb, amiből menük nyílnak meg, az hiányzik az embereknek, nem a gomb, hát a gomb az ott van a billentyűzeten. Tehát valami megint félre van itt kommunikálva. Minden esetre én azt mondom, hogy most már várjuk meg, megint csak, június vége, az most már nincs annyira messze, mondjuk egy hónap, egy másfél hónapról beszélünk, aztán most már kiderül, hogy mit fog tudni ez a Windows Blue. Addig meg még úgyis fogunk róla beszélni szerintem, mert tuti, hogy ki fognak szivárogni megint információk, hogy eddig is ugye kiszivárogtak. Nem tudom, engem egyelőre nem mozgat meg túlságosan, én tök jól el vagyok a Windows 7-emmel. Ugye? Jó, megyünk tovább. Egy érdekes hírt szeretnék nektek mondani, amit én kicsit kikerekedett szemekkel olvastam. A következőről szól a hír. Legalább annyi hibát tartalmaznak a nyílt forráskódú programok, mint a zárt kódú társaik. Ugye hát ez egy olyan kijelentés, ez tényleg a nesze semmi fogd meg jó a kategóriai kijelentés, mert először is ez tök általánosítás, tehát ez egy baromság ebből a szempontból. A másik, pont azért, mert nyílt forráskodú, tehát bárki belepiszkálhat, átírhatja, újrafordíthatja, általában a nyílt forráskodú programoknál egyébként is az van, hogy a fejlesztői gárda az nem egy cég alá tartozik, hanem mindenki fejleszget egy közös projektet, és akkor azon belül a projektet működtető cég, alapítvány, STB, ugye kiad belőle egy következő verziót. Így fejlesztik mondjuk az OpenOffice-tól kezdve a GIMP-et, az összes olyan nyílt forráskódú programot, ami azért ugyanúgy frissül, mint egyébként a fizetős és kereskedelmi forgalomban kapható társaik egyébként. És ezt senki nem mondta eddig sem, hogy nem tartalmaznak azok hibákat. Hát jóval valószínűbb, hogy több hibát tartalmaznak, hát hiszen több ember fejleszti. Néha azért eltérnek a különböző fejlesztési fázisok, azokat kell konszolidálni ugye a végén, hogy egy normális projekt legyen az egészből, és egy kiadható termék gyakorlatilag, még ha ingyenesen hozzáférhető is. Hát ezt senki nem állította, hogy kevesebb hiba lenne ezekben. Bár érdekes módon, ugye ha most a Linuxról beszélünk, mint komplett operációs rendszer, és szintén nyílt forráskódú operációs rendszer, azért stabilitásban, hiába van benne csomó hiba stabilitásban, akkor is jóval stabilabb operációs rendszerről beszélünk, mint mondjuk egy Windows, mind a mai napig. Persze most már azért a Windows sem panaszkodhat, de ugye az egyik zárt kódú programnak nevezik, a másikat meg nyílt forrású programnak vagy operációs rendszernek. Minden esetre egy Coverity nevű programkódok elemzésével foglalkozó cég egy frissen publikált tanulmánya ismét bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy maga a puszta tény, hogy egy program forráskódja nyílt, nem garancia arra, hogy annak minősége is jobb lesz, mint a zárt kódú társaié. Nem, ha én most nagyon puritán akarok lenni, akkor a nyílt forráskódnak az az egyetlen előnye, illetve több előnye is van, de az egyetlen olyan előnye, ami első körben kihangsúlyozható itt a kereskedelmi forgalomba szánt az esetek legnagyobb részében ugye viszonylag drága programok esetén, hogy ingyenes. És amellett, hogy ingyenes viszont, ha mondjuk a Linuxot tekintjük, jóval stabilabb, tehát igazából átfordul a kocka, de azt soha senki nem állította, hogy kevésbé lenne sérülékenyebb, vagy kevésbé lennének benne hibák, mint mondjuk egy zárt forráskódúban. Sőt, a cég által több százmillió kódsor elemzésével elkészített tanulmány kimutatta, hogy a nyílt forráskódú programok még picivel több hibát is tartalmaznak, bár a különbség nem számottevő. Tehát akkor nem is értem, mi van ez így felfújva. A cég az elmúlt év során több mint 300 nyílt forráskódú projekt, közöttük a Linux, a PHP, az Apache összességében mintegy 850 millió sorra rúgó kódbázisát elemezte ki és vetette össze a kereskedelmi társaikéval, hibák után kutatva. Az eredmények tanúsága szerint a nyílt forráskódú programok esetében minden 1000 sorra jutott 0,96 hiba, amely szám azonban az elemzéseknek alávetett zárt forráskódú programok esetén csak 0,68. Tehát itt
1%-ról beszélünk hibaarányban. Tehát ez most miért kell ebből ekkora ügyet csinálni, az egyik. A másik, Linux, PHP, Apache. Tehát ugye a legtöbb, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerver, kiszolgáló gép a világon. És itt azért a legnagyobb rendszerekről is beszélhetünk. Tehát most beszéltünk a Google-től kezdve a YouTube, a Facebook, stb. Szervereiről. Ezek mind Linuxon futnak, mind Apache, ugye gyakorlatilag a web kiszolgálójuk mind Apache forrású, tehát Apache rendszeren futnak gyakorlatilag, és PHP alapú, tehát valamilyen adatbázisból, illetve PHP programozással felépített weboldal struktúrából áll össze a világ webének körülbelül, szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy 3/4. A többi esetleges alternatív megoldás még létezik, ugye az IIS, tehát ugye a Microsoftnak a saját webserver funkciója, különböző Active Directory-kal, stb. Én most nem is nagyon mennék bele. A lényeg ebből az, hogy míg ezeket szidják, vagy hát nem szidják, hanem ezeket spécizte ki magának ez az elemző cég, hogy mennyi hiba van bennük, ennek ellenére a világon mégis ezeket használják a legtöbben. Tehát, hogy annyira nem lehet számottevő, már csak azért is, mert milyen eredmények ezek. Bizony 0,69, és a másik 0,68. Tehát, hogy azért akkora különbségről beszélünk, mint hogyha itt nekünk nem is tudom mit, fel kéne háborodni. Hát én inkább azon háborodok, hogy ilyen különbség miatt ekkora feneket kerítenek ennek az egésznek. Bár a különbség elhanyagolható, a számok egyértelműen bizonyítják, hogy a nyílt forráskódú programok semmivel sem tartalmaznak kevesebb hibát, és ezzel összességében nem is biztonságosabbak a zárt kódú társaiknál. Tehát, hogy így. Ugyanakkor az elemzés jelentős eltérést talált a kódok mérete, és az azokban megbújó hibák száma között a két fejlesztési metodika esetén, na itt aztán vannak valóban különbségek, ugyanis míg az 500 ezer és 1 millió sor közötti programok kategóriájában a nyílt forráskódú programok általánosságban csak 0,44% hibát tartalmaznak minden 1000 sorban, zárt forráskódú társaik esetében ez a mérőszám több mint kétszer magasabb, 0,98% ami gyakorlatilag majdnem 0,1%, tehát minden századik sor hibás gyakorlatilag, ezzel majdnem, hogy azt lehet mondani. Akkor most miért is lenne rosszabb, amikor ez a zárt forráskódúaknál van több hiba? Akik olyan programozók, akik gyakorlatilag fizetést kapnak azért, hogy programozzanak, és valamelyik nagy multi cégnél dolgoznak és programoznak, lásd, ugye mondjuk a Windows-t csinálják, ugye a Microsoftnál. És több hibát követnek el, mint azok, akik szabad idejükből, vagy valamilyen egyéb más indokból, érvből kifolyólag szabad forráskódú projektekben vesznek részt. Hát azért ez nekem kicsikét, szóval nem is értem igazából, hogy ez mit akar ez a cikk sugallni. Ugyanakkor kifejezetten nagy, 1 millió sort is meghaladó méretű projektek esetén az irány megfordul. Itt a zárt kódú programok teljesítenek jobban 0,66-os átlaggal, amíg az ilyen nagy méretű nyílt forráskódú projektekben már 0,75-re növekedett a soronként található, illetve az 1000 soronként található hibák száma. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kisebb és egyszerűbb nyílt forráskódú programok általában kevesebb hibát tartalmaznak, mint zárt kódú társaik, ugyanakkor a komolyabb és nagyobb szoftverek esetén azonban érdemesebb inkább a zárt kódú megoldás használata mellett dönteni, azokban ugyanis általánosságban kevesebb hiba található, mint a nyílt forráskódú alternatívákban. Igen, csak ezek a nagy méretű programok, ezek nagyon nagy méretű pénzekbe is kerülnek általában. Tehát itt most tényleg nem egy olyan progiról beszélünk, ami ingyen letölthető a netről, hanem mondjuk tényleg nézzünk mondjuk egy, most akkor mondok példákat, persze nem reklámként szánom, csak hogy mindenki érzékelje. Tehát beszéljünk mondjuk egy Windowsról. Hát most bocsánat, de a Windowsért az ember kiad pénzt. Jó, az nem olyan drága, mert egy operációs rendszer, de akkor beszéltünk mondjuk akár mondjuk a Photoshopról, vagy a komplet Adobe Essentialről, aminek igazából megvan a nyílt forráskódú változata, mondjuk a GIMP és társai, amik gyakorlatilag ugyanúgy nagy kód sorból álló nyílt forráskódú programok. Lehetséges, és ezt azt biztos aláírom, hogy a GIMP-be több hiba lehetséges, mint mondjuk egy Photoshop-ba. Na de azért hasonlítsuk már össze az árát, az egyik 0 forintba kerül, a másik meg több 100 000 forintba kerül. Tehát hogy azért azt hiszem, hogy el is várhatjuk egy olyan programt, ami több 100 000 forintba kerül, hogy stabil legyen. Míg egy nyílt forráskódútól nem azt mondom, hogy elvárhatjuk, de legalább ingyen van, tehát innentől kezdve... úgy gondolom, hogy nem annyira zokon vehető tőle, ha esetleg vannak benne olyan
mit én, modulok, amik hibásak, vagy nincsenek befejezve, vagy nincsenek benne mondjuk, vagy ilyesmi, vagy kicsit kevesebb a tudásod egyébként, nagyon nem kevesebb, hiszen a GIMP-hez például, ha most feltétlenül ezt emelem ki, ott modulárisan illeszthetők hozzá különböző effektek, stb. Ami egyébként a Photoshophoz is, de a lényegi alapprogram az ugyanazt tudja, mint a Photoshop. Csak kicsit másképp működik, át kell szokni. Ugyanezt mondom az operációs rendszereknek is, ha most a Linuxot, ugye bármelyik disztribúciójával nézzük, vagy a Windows, tehát működő rendszerről beszélünk, egy stabilabb működő rendszerről beszélünk, bár valóban most már a Windows sem kérdőjelezhető meg annyira stabilitás szempontjából, jó a hardware, akkor az oprendszer az gyakorlatilag futni fog rendesen. Na de mondom, az egyik ingyenes, a másik fizetős, tehát azért ne így tekintsük, úgyhogy én szerintem be is fejezem ezt a cikket, akit érdekel, olvassátok el, mert még persze itt taglalják egy kicsit, hogy arányok szempontjából melyik szempontból jobb, mint a másik. Én nem mondanám egyikre sem ezt, alternatívaként mindenképpen ott van. Tehát ez azoknak szól, és én mindig ezt szoktam ebben az esetben hangsúlyozni, ha valaki megteheti, mert van cége, vagy van pénze rá, hogy vegyen mondjuk egy Photoshopot magának, akkor vegyen és használja a kereskedelmi forgalomba, ezzel dolgozik, stb. Lehet, hogy megéri megvenni, de mondjuk ha valaki csak hobbiból rajzolgat, vagy grafikázik, vagy képet szerkeszt, vagy bármi, akkor neki egy ingyenes is jó, nem? Tehát, hogy most ne krekkeljük már le a netről, és lopjuk el azt a szoftvert, ami egyébként több százezer forintba kerül, hanem akkor már használjunk egy ingyenes alternatívát, és akkor nem követünk el bűncselekményt se, a lelkünk is nyugodt, és nem okozunk ezzel kárt senkinek. Oké? Okay? Telefonunk van. Halló, halló, kedves telefonálónk! Szia, Rendi Laci vagyok. Halló, Laci, parancsolj! Tanácsot szeretnék kérni. Nekem van egy notebookom, amin most pillanatnyilag van 2 GB-ram, és még gyári XP van rajta, és azt szeretném lecserélni. Tanács, hogy most Windows 7-es vagy Windows 8-as? Milyen géped van még egyszer? Egy kis notebook. Most Atom processzorral, 2 GB-rammal. Hát figyelj, meg lehet próbálni egy Windows 7-et. A Windows 8-at is igazából, de az igazság, hogy az ilyen kis gépeknek, tehát hogy még a Windows 7-hez is már memóriában igen, minimum 2 giga kell ahhoz, hogy értelmes, tehát hogy használható is. Ilyen 1 gigával is működik, de iszonyú lassú. 2 gigával már használható. Illetve a procinál is az a helyzet, hogy azért már dupla magas processzor ajánlott a Windows 7-hez is. A Windows 8-hoz meg pláne. Na most az Atom procik azok ugye nem véletlenül vannak, az nem is notebook, hanem netbook akkor inkább, nem véletlenül vannak ilyen kis gépekbe kitalálva, gyengék, viszont keveset fogyasztanak. Tehát én azt gondolom, hogy menni fog vele, de nem lesz valami atomerőmű az a gép. Melyik a 8-as? Hát a 8-as is, meg a 7-es is igazából. A kettőnek a hardware igénye az majdnem, hogy azt mondom, hogy ugyanaz. Tehát igazából mindegy, hogy melyiket teszed föl. Én azt gondolom, de ez a személyes véleményem, hogy én a 7-esbe jobban eligazodok. Nekem a 8-as annyira nem szimpatikus még. Lehet, hogy idővel az lesz, és ezzel nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel. Én azt gondolom, hogy ha az XP-t megszoktad és az XP-t szereted, akkor gyakorlatilag, ha úgy van, akkor szerintem használd XP-vel továbbiakban is. Tehát semmivel sem lesz jobb, hogyha Windows 7-et raksz fel, vagy Windows 8-at, de ha már választani kell, én azt mondom, hogy első körben inkább a 7-est használd. Már lassúnak tartom. Az a baj, hogy akkor még a Windows 7-tel vagy Windows 8-tel még lassabb lesz. Igen? Igen, mert hát gyengúsz a gép. Jó, úgyhogy, elhiszem, csak... Hát azt hittem, itt agyba főbe dicsérték az interneten a Windows 8-at, hogy a kis gépigényű, meg hogy milyen rakéta lesz tőle a gép, meg bebútol. Igen, hogyha gyors a géped, akkor gyorsan is bútol be valóban. Hát de... nem gyors a gép sajnos, mert speed testet is próbáltam nézni rajta, és 2 perc, míg az oldal bejött. Igen, hát... Az az igazság, hogy nem fogsz tudni ezen gyorsítani sajnos. Mm-hmm. Tehát ugye csodát nem lehet várni egy oprendszertől, tehát bármilyen operációs rendszer csak azt a hardvert tudja kihasználni, ami ugye a gépben van. Tehát hogyha abban alapból gyenge a proci. És ha visszaállnánk Linuxra például, akármelyikre? Mm-hmm. Hát figyelj, a Linux ugye a technológiájából kifolyólag, illetve abból, hogy teljesen más motorra épül, mint a Windows, általában gyorsabb. Bár ez megint csak egy ilyen elhamarkodott kijelentés, mert attól függ mire. Tehát, hogy fölteszed egy alap Linuxot, és mondjuk netezésre használod, arra tökéletesen jó, azt még azt mondom, hogy gyors is lesz. Hát viszonylag. Arra kellene. De azért, ha ott is valami hardware igényesebb dolgot csinálsz, tehát mondjuk, mit tudom én, netezés közben HD videókat nézeget, akkor ugye ugyanúgy kevés a processzor már. Tehát hát azt nem szoktuk csinálni közben.
Na, tehát azért mondom, hogy igazából, ha csak apró dolgokra használod, tehát tényleg netezésre, webezésre, ilyesmi, akkor bőven megteszi a Linux is. És melyik Linux? Hát figyelj, én az Ubuntu-t szoktam javasolni, mert hogy az eléggé felhasználó barát. És aki főleg Windowshoz van hozzászokva, az Ubuntu-ban azért jobban elboldogó, mint a többi verzióban. Megpróbálom legfeljebb, aztán valami csak lehet. Jó. Én köszönöm ezt gondolom. Segítséget. Jó van, rendben, köszi, köszönöm, hogy hívtál. Köszönöm, hello, hello. Nos, aztán, hogy egy kicsit letörjem mindenkinek a kedvét, nem mintha ez állna szándékomba, de hát ugye hamarosan jönnek az automatikusan induló videóreklámok a YouTube hírfolyamba, ugye erről már korábban is beszéltünk, és közeleg. Méghozzá, ha minden igaz, akkor nyár vége előtt már találkozhatunk ilyen reklámokkal a közösségi oldalba, beépített hírfolyamba, vagy inkább annak helyén izgő, mozgó, automatikusan elinduló videóreklámokat láthatunk majd. A Financial Times magazin információi szerint ugyanis a site még az ősz beköszönte előtt elkezdi bevezetni ezen új típusú hirdetések megjelenítését az oldalon, várhatóan nem kifejezetten a felhasználók megelégedésére. Az új videóreklámok ugyanis legalább az aznapi első bejelentkezés alkalmával automatikusan el fognak indulni, és bár hosszuk 15 másodpercben limitálva lesz, vélhetően ennek ellenére sokan zavaró tényezőként fogják majd titulálni. Az egyetlen öröm az ürömben az lehet, hogy legalábbis a jelenlegi tervek szerint a videók alapból hang nélkül futnak majd, aminek köszönhetően például nem jelent majd azonnali lebukást a munkahelyi facebookozás akkor sem, ha a közösségi oldalra a munkaidő alatt történő belépést megelőzően az óvatlan felhasználó véletlenül elfelejti kikapcsolni a gépe hangszóróját. Az egyelőre még kérdéses, hogy a videóreklámok a Facebook mobil változatába is beköszöntenek-e majd, vagy azokba bontlás megmarad-e az asztali változatokat használók kívánságának. Az újítás minden esetre felgyorsítja az utóbbi időben egyébként is igen intenzívé vált elvándorlást a közösségi oldalról a hirdetésekkel szembe kevésbé toleráns felhasználók részéről. Hát őnekik lenne egy üzenetem, csak én azt most nem mutathatom meg nektek itt adásban, tehát hogy aki azt várja, hogy egy ingyenes szolgáltatást használ, és még föl van háborodva, vagy ha valamilyen úton, módon mernek mondjuk reklámot tenni az ő hírfolyamába, vagy oda mellé, vagy bárhova. Ezen csak mosolyogni tudok mindig, hogy valaki ezen felháborodik. Persze lehet morogni, meg ilyenek, hogy jaj, már megint videó, vagy megint reklám, és végig kell nézni, vagy át kell ugrani, tehát persze kényelmetlenné teszi így a dolgot. Na de ingyenes a szolgáltatás, kanyargok, tehát hogy... Na jó, úgyhogy nem ússzuk meg, és egyre inkább közeleg, tehát ezzel rémizgetnek itt bennünket már most, de egy-két hónapon belül nem fogjuk megúszni, ez biztos. Aki meg emiatt törli magát a közösségi oldalról, az megint csak megérdemli, én úgy gondolom, tehát hogy... akkor az igazából nem is nagyon élt közösségi életet az oldalon valószínűleg. Akkor meg minek, olyan ember meg minek fel a Facebookra, ugye? Na, nézzük akkor, ha már az előbb a Facebookról beszéltünk, hogy mi a helyzet, van-e valami hozzászólásotok az ügyben, akár ez ügyben, akár más ügyben. Andrew Coaster írja nekünk, ma néztem vissza a tegnapi restartot, tehát komolyan besírtam a kukacos Ramon, meg az iPhone 7-es poszton, Wendy reakciója meg csak rátette egy lapáttal, hát igen. Nagyon jó, aztán Tamás, ha jól látom, a Viber asztali verzióját próbálja telepíteni, és... két órája csak ezt a képet, amit itt kiposztolt, ezt látja, hogy ez mi lehet. Hát mivel ez a downloading fázis, ha jól látom, tehát valamiért nem tud letölteni. Egyébként ezzel kapcsolatban vannak híreim, méghozzá az, hogy nagyon nagy az érdeklődés az új Viberre, pláne hogyha minden igaz, akkor a napokban az androidosok is megkapják a videótelefonálási lehetőséget a készülékeikre, tehát most már nem csak az iPhone-osok, illetve az asztali verziót használó, ugye tegnap óta elérhető asztali verziót használó Viberesek fognak tudni egymással videótelefonálni, hanem az androidosok is hamarosan, talán egy-két napon belül. Így egyre inkább terhelt a szerver, ugye, ami kiszolgálja magát a Viber-t is, illetve hát a Google Play-ből való letöltés is a nagyon nagy érdeklődés volt tekintetem. Ha megnézitek, több 10 millióan töltötték már le most is a legújabb verziót, ahhoz képest, hogy tegnap jelent meg, már több 10 millióan, tehát most nagyon nagy a kereslet a Viber-re. Simán elképzelhető, hogy ez a gond nálad is, kedves Tamás, hogy egyszerűen egy olyan időszakban próbáltad a telepítést, amikor lehet, hogy annyira terhelt a Viber, hogy nem tudod letölteni ugye az installáló fájlokat, úgyhogy azt gondolom, hogy
várjál picikét, hagyd abba a telepítést, és próbáld meg valamikor egy későbbi időpontban, lehetséges, hogy akkor működni fog. Nekem egyébként még szerencsés voltam, gyorsan felkúszott, úgyhogy szerintem itt nálad ez lesz a gond. Legalábbis azért, mert mondom, hogy én a letöltési fázist látom még ezen a képen, tehát nem tudod valamiért letölteni. Remélhetőleg ez hamarosan megjavul. Aztán... Sándor Lacinak is a Viberrel van problémája. Azt írja, hogy, vagy László Sándor, nem tudom melyik nevedet használod, bocsánat, hogy letöltöttem a Vibert a gépemre, de nem kapom meg az aktiváló SMS-t. Hát az gáz. Nem kapod meg az aktiváló SMS-t, mert ugye ha jó telefonszámot írtál bele, akkor meg kéne, hogy kapjad. Megint csak azt tudom mondani, amit Tamás esetében. Mondom, lehet, hogy én szerencsés voltam, és nekem ez még akkor töltöttem le, amikor nem volt ennyire felhypolva még. Elképzelhet, hogy azért nem kapod meg, mert túl vannak terhelve a rendszerek, tehát azt mondom, hogy türelem. Jó? Nem hiszem, hogy más oka lenne. Én több gépre is feltelepítettem, meg kollégák is, és mindenki megkapta az aktiváló SMS-t, tehát szerintem itt más gond lesz, illetve a következő a helyzet, bocsánat, kedves László, ugyanis ez nem is SMS, hanem egy Viber üzenet, ilyenkor, amit kapsz. Tehát én nekem az a kérdésem, még mielőtt itt nagyon az SMS-t várod, hogy fönn van a Viber a telefonodon? Mert ha nincs fönt a Viber a telefonodon, akkor nem tudod az asztali verziót sem használni. Tehát ez nem így megy. Ez igazából alapból mobilra van kitalálva. Az, hogy megcsinálták az asztali verziót belőle, ez a kettő azért össze van kötve egymással. Tehát ugye a kontaktokat a telefonkönyvedből szedi, és így tovább. Hiszen ez a lényege a Vibernek. Tehát ha nincs fönn a telefonodon a Viber, akkor nem fog az asztali gépen sem működni. Tehát nem fogod tudni beaktiválni. És ez nem SMS-t küld, hanem egy Viber üzenetet. És ha nincs Viber a telefonod, akkor nem kapod meg a Viber üzenetet logikus módon, ezért nem tudod aktiválni. Úgyhogy megvan a válasz arra is, hogy miért nem lehet, mondjuk, mert hogy már ezt én is megkérdeztem magamtól, meg tőlem is megkérdezték tegnap, hogy miért nem aktiváljuk rá akkor a fixes telefonszámra, és akkor Viberen keresztül lehetne bennünket ingyen hívni, Viberről Viberre, hogy a 44-51-349-et, és itt a válasz rá. Hát azért, mert egy vezetékes telefonra nem tudok Vibert felinstalálni, azért nem fogom megkapni az aktiváló kódot, és nem fogjuk tudni használni. Tehát hogy azért megvan ennek az a varázsa, hogy mobilon is működni kell a dolognak, már csak azért is, mert létezik ugye benne egy olyan lehetőség, és hát nem csak ezért, de gyakorlatilag ez mondjuk egy jó szolgáltatás, hogy át lehet adni a hívást a mobilra. Tehát ha otthon elkezdesz az asztali gépeden mondjuk Viberezni valakivel, és mondjuk el kell indulnod akkor otthonról, és folytatni szeretnéd a beszélgetést, akkor egyszerűen egy transfer call-lal átteszed a hívást a mobilodra, és folytatod gyakorlatilag. Sőt, állítólagosan most már az is működik benne, hogyha kilépsz mondjuk a Wi-Fi-nek a hatókör sugarából, és át kell menni a mobilnetre ugye a Vibernek, akkor elvileg átroamingol már. Tehát, hogy nem akadály neki az, hogy leszakadsz a Wi-Fi-ről, hanem és mobilneten folytatja, át lehet adni a hívást, illetve automatikusan átadja a hívást a mobilnak, tehát több szálon fut, ezt úgy tudják megoldani, hogy több szálon fut alapból a kommunikáció, és ha valamelyik szál leszakad, ő épít rögtön egy másikat. Tehát, hogy ez abból kifolyólag azt fogod egyszer csak észrevenni, hogy amíg Wi-Fi már megy el a jel, ő már mobil neten fogja és fölépít egy másik szálat, és gyakorlatilag átadja magától a hívást a mobilnetes verzióra. Nem tudom, a gyakorlatban ez mennyire működik, ki kell próbálni, én még nem próbáltam ki, de ha ez tényleg működik, akkor végre megvan oldva az a probléma, amiben eddig egy páran belefutottak, ugyebár. Jó, na frissítünk egyet. És nézem tovább a hozzászólásokat. Nyugodtan csörögjetek, akár Skype-on, akár telefonon is, tehát ne csak én koptassam itt a számot, bár kaptam finom itókát, de ettől függetlenül nem szeretnék feltétlenül én beszélni állandó, úgyhogy most Feri fog beszélni, aki itt van velem. Skype-on, szevasz Feri! Szevasz, Fendi! Mi újság? Van nekem egy asztali gépen, uh-huh. Amin az alaplapján van SATA és ide csatlakozó is. Igen. A SATA-s vinyón van a Windows 7-es oprendszer, uh-huh. Szeretnék az idére egy Linuxot rakni. Uh-huh. Megoldható el ez, igen. És hogy lehet-e külön indítani, hogy egyszer a Linuxról, vagy
a 7-esről induljon a gép. Igen, akkor én azt javaslom neked, egyébként is ezt szoktam javasolni egyébként, hogy ne keverjük össze a boot menedzsert, pont azért, mert bármelyiket újra akarjuk installálni, vagy mégsem kell, akkor ugye körülményes a boot menedzsert kipusztítani és úgy fölinstalálni, hogy akkor azt csináld, hogy ami most a Windows 7-ed van a SATA-n, akkor azt addig nem azt mondom, hogy deaktivál, de gyakorlatilag az a biztos, hogy akár fizikailag is húzd le, vagy a BIOS-ba, amikor indul a gép, akkor mondd azt, hogy ott ne legyen Winchester, ne is lássa. És csak az ID-t lássa, amíg használod, vagy amíg installálod a Linuxot, fölteszed az ID-re a Linuxot, és utána visszakapcsolhatod, és gyakorlatilag teljesen két különálló boot manager és két különálló operációs rendszer van a két a külön Winchestereken, és a BIOS-ban fogod tudni kiválasztani, hogy a boot menüben gyakorlatilag, hogy melyikről bootoljon be. Ugye, van olyan, hogy általában a legtöbb BIOS már támogatja azt, hogy nem is kell bemenni a BIOS-ba, hanem elő lehet hozni egy boot menüt indulás előtt, F8, F12 ezekkel a gombokkal, és utána ott mutatja, hogy milyen eszközeid vannak, ugye a CD-ROM, a Winchester 1, Winchester 2, STB, ott rámész, hogy melyikről bootolni, és akkor arról fog bootolni. És akkor véletlenül sem keveredik össze a két operációs rendszer boot menedzsere. Igen, hát ez én is így gondoltam, mert ahogy nézem a műsort, ez már többször elhangzott. Igen, ezt azoknak javaslom, akik tényleg két külön vinyóval rendelkeznek, igen, és így akarják megoldani az oprendszereknek az egymástól való függetlenségét, akkor így célszerű, még nem függ egymástól a két oprendszer. De ha esetlegesen mondjuk a Linuxot majd le akarod szedni, és azt a vinyót mégis majd Windows-ossá akarod alakítani, akkor hogyha ugyanazon a vinyón lenne a boot manager, amin egyébként a Windows van, akkor ugye ott lenne a probléma, hogy nem fogod tudni magát a boot menedzsert leírtani, csak hogyha teljesen újrahúzod magát a Windows-t is. Tehát ez ugye ez lenne a probléma. Így, ha külön installod, így nincs gond. Tehát itt a BIOS-ba kell akkor megmondani, hogy melyikről bootolsz. Igen, hát most a Linuxot azt egy SATA-s DVD-ről szeretném felrakni, és hogy ez nem okoz problémát, hogy egy idés Winchesterre megy? Nem, ez nem fog. A Linuxnál egyébként se okoznak ezek problémát. Mondjuk a Windowsnál se, tehát Windows 7-nél már nincs ilyen gond. Az XP-nél még voltak olyan gondok, hogy a SATA vinyóval azért, hogyha nem olyan volt a drivere, akkor, illetve maga a SATA meghajtó nem volt, tehát nem, hogy úgy mondjam, nem atapiként kommunikált a rendszerrel, akkor nem látta a vinyókat, és nem tudtad rá fölinstálni, de most már az XP SP3 óta ezt egyébként is megoldott, vagy ha külön drivert fölteszed, de Linuxnál alapból nem volt ilyen gond, ő látja a SATA-s rendszereket rendesen, idét is, és gyönyörűen föl fog rá menni. Csak mondom, arra figyelj, hogy akkor a vinyót azt hát vagy fizikailag húzd ki, vagy BIOS-ba tiltsd le, vagy ha ezeket nem teszed meg, akkor az installálásnál figyelj oda, hogy a Linux boot managerét azt mindenképp az ide vinyóra tedd, nehogy véletlenül a Windows-osra, és akkor gyakorlatilag tök függetlenül fog tudni egymástól működni a két rendszer. Igen, hát köszönöm szépen. Nincs mit, Feri. Így fogom csinálni. Rendben, sok szerencsét hozzá. Szevasz, köszi, hogy hívtál. És továbbiakban is várom a hívásokat, akár Skype-on is hívhattok, tv.fixhd, illetve telefonon is 44513349-es a telefonszámunk, alapdíjas budapesti szám, úgyhogy senkinek semmilyen többletköltséget nem jelent, hogyha esetleg csörög ezen keresztül. Üzeneteket kaptam a Skype-on, azt mondja, hogy szerintem a Windows 7 táblagépeken, illetve telefonokon jó, és azt hiszem az Xbox 360-on is az van, de hogy van, ez régi. Mivel ezek érintő képernyővel vezérelhető, kivéve a boxot, viszont rendes asztali PC-n eszméletlen gagyi. Ez a véleménye Janinak. Hát Jani, először is részben igazad van, részben nincs. A táblagépeken, illetve telefonokon jó, ez ilyen erős kifejezés. Persze, biztos jó, de ettől függetlenül nekem maga a Windows-os szemlélet nem tetszik okostelefonokon meg táblagépeken, de ezt most tegyük félre. Valóban igaz viszont az, amit mondasz, hogy az érintő képernyőre van szabva gyakorlatilag a Windows 8, tehát azzal használható kényelmesen. Már ami legalábbis ugye ezt a modernúis felületét, tehát az új interfészes felületét illeti, tehát a csempés megoldás, az valóban érintőképernyős felületre van. Ott viszont tök jó, tehát dinamikus, működik, tök jó, dizájnban is egész jó, tehát ott tényleg nem lehet nagyon belekötni. Az Xboxban biztos, hogy nem Windows 8 RT van, talán még ha jól emlékszem, a régi Xbox-ban biztos, hogy Windows CE van, az új Xbox-ban meg ha jól tudom, akkor Windows Mobile van, operációs rendszer van, talán a 7-es
van rajta, tehát, de ott tök mindegy igazából, mert az egy konzol, tehát ott az operációs rendszert, mint úgy elvileg nem is látod, hanem csak az a feladata, hogy a programokat, illetve a játékokat futtassa, és magát a, hogy mondjam, a konzolnak az operációs rendszerét, illetve annak a felületét működtesse. Tehát annak nem kell nagyon mögé látni. Az új Xboxban lehet, hogy már ez lesz, tehát valamilyen Windows RT-s megoldás, de ha jól tudom, akkor nem, mert hogy nem ARM procis, tehát hogy valami Intel architektúrájú történet lesz benne, ugye az RT, az pedig az ARM-es procikhoz van igazából kitalálva, tehát ha nem is a Windows RT, de Windows 8 az lehet, hogy lesz rajta az Xboxokon, de nem tudom pontosan az milyen oprendszerrel jön, azt most így hirtelen nyémem. Már megint konferencia hívásba akarnak engem tenni itt. 81 résztvevős konferencia. Gyerekek, én csak azt szeretném itt megkérdezni, hogy 81 résztvevős konferenciában mit lehet egymással beszélgetni? Tehát, hogy jó, gondolom én nem hangba, hanem írásba, de hát gyakorlatilag egy chatszobát hoztok akkor létre, ahol lehet csetelgetni. Hát most, de ezt Skype-on kell biztosan megtenni. És abban miért akartok mondjuk engem belevonni, vagy így minket, mint Fix TV? Tehát engem mit érdekel bennünket, 81 másik embernek az egymással való beszélgetése, pláne akiket úgy hívnak, és most bocsánat, csak egy-két nevet ki fogok emelni, hogy Démonka, Dangerville és társai. Hát vannak itt olyan nevek, amiket be sem merek mondani. Tehát, hogy de ilyenekben ne tegyetek már minket bele, jó? Kedves Zoli és haverjai, mert hogy ők azok, akik minket ebbe bele akarnak tenni. Kilépés az üzenetváltásból. Hát persze. Köszönjük szépen. Nos, megyünk tovább Bíró Zolival. Hi Wendy, van egy HDTV-m. Azt írja, hogy van benne DVB-T és DVB-C, meg CI Digilink és MPEG-4 is. Most az a kérdés, hogy most nekem most kell nekem venni külön CI modult, hogy külön lássam a digitális adást, mert a TV-ben csak a modul csatlakozót látok. Csak. Köszi, ha válaszolsz, illetve válaszoltok. Igen, Zoli, a CI modul fogadó hely van benne. Ez olyan, mint a számítógépeken, és majdnem, hogy ugyanarról is beszélünk, hogy régen volt a PCMCIA megoldás. Attól még abba kell egy modul, amit abba beledugsz. Az maga a CI modul. Amit te CI bejáratként használsz, vagy illetve látsz, oda kell beilleszteni a CI modul. De ahhoz, hogy látsz, attól függ, melyik szolgáltatónál vagy egyébként. Tehát vannak olyan szolgáltatók, akik free-be adják a digitális adásokat, nem szükséges hozzá dekóder kártya. Ugye a CI modul az arra kell, hogy dekóder kártyát tudjál beledugni, és onnantól kezdve a dekóder kártya ugye dekódolja az egyébként kódolt tévéadásokat. Na most, hogyha te szabadon vehető adásokat veszel, jó néhány szolgáltató már így nyomja, hál' Istennek, a kábelesek közül is az adást, akkor nem kell hozzá semmi. Maximum, ha a mozi csatornákat akarod nézni, akkor kell hozzá valamilyen dekóder, akkor kénytelen vagy venni CI modul, de ha egyébként free-be adja a szolgáltató a digitális adását, nincs kódolva, tehát kódolatlanul, akkor nem kell hozzá, hiszen alapból nincs szükség dekódolásra, már ami a kódolást illeti, csak a videó dekódolásra, az pedig a TV-d elvégzi az MPEG-4-es dekódolást, illetve MPEG-2-est, mert ugye a DVB-C-n a HD adások vannak MPEG-4-be, bár ott sem mindegyik, mert van amelyik MPEG-2-be, van ott is, az SD adások általában MPEG-2-be vannak. Pont azért, mert még ugye ez már nem egy, tehát nem egy mai történet, a digitális televíziózás, már jó néhány éve, tehát mondjuk úgy, hogy a nagyobb kábel szolgáltatók 5-8 éve nyomják már a digitális adásokat egyébként is. Na hát, hogy 8 még nincs, de mondjuk 5 éve biztos, és 5 éve még az MPEG-2 volt az a szabvány, amit akkoriban használtak. Időközben az MPEG-4 szabványosodott, ugye jóval komolyabb kódolási mechanizmust használ, ezért sokkal kisebbre össze lehet csomagolni a csatornákat, tehát hatékonyabb, mint az MPEG-2. Igen, ám csak azóta ugye a szolgáltatók már annak idején, vagy a tévék még nem tudták szedni, a boxokat kiosztogattak az előfizetőknek, és mondjuk több 10 vagy több százezer előfizető esetén ezeket a set-top boxokat lefrissíteni, hogy azok MPEG-4-et is tudjanak, az kicsit költséges mulatság, ezért inkább lassítják egy picit a fejlődést, és azt mondják, hogy jó, akkor az SD adásokat hagyjuk meg MPEG-2-be, használjanak csak akkora sávszélességet, mert az végül is még ott nem olyan vészes, tehát most MPEG-4-be is csak fele akkora lenne, viszont aki már HD adást akar csinálni, vagy HD adást akar nézni, neki egyébként is új dekóder kell,
az meg már tudja az MPEG-4-et, azzal, hogyha MPEG-4 adnák az SD-t, azt is tudná nézni, de általában még MPEG-2-ben van. Szerintem egy-két éven belül egyébként ezeket szépen le fogják cserélni, és utána most már valószínűleg átállnak MPEG-4-re, úgy meg még több hely lesz, tehát még több csatornát be fognak tudni illeszteni a kínálatba, ez azért jó. Oké, de hát így is mondjuk egy-egy szolgáltató 120-130 csatornát is képes szolgáltatni egyébként digitálisan, az meg egyelőre szerintem elég, nem? Tehát, hogy messze vagyunk még Amerikától, ahol 300 csatornát adnak digitálisan, hát most ki akar 300 csatorna közül választani? Persze jó lenne, de szerintem így is nekem is azt hiszem van otthon 120 csatornám, tehát hogy most úgyse nézem, mint van, amikre rá se kapcsolok soha. Tehát, jó. Jani azt írja nekünk, hogy az baromság, a nyílt forráskódú szerintem 100-szor biztonságosabb, mivel kártevőt se nagyon van rá, ha bármilyen Linux disztribúcióról beszélünk egy Windows-zal szemben. Hát kártevő a szószoros értelme, tehát vírus nincs, inkább azt mondom, egyéb más kártevő lehet, tehát exploitok, különböző egyéb más támadások érhetnek egy Linuxos rendszert is, vagy mondjuk ugye az exploit az valamilyen programnak a törését jelent, vagy egy programba való betörés, tehát például egy webszerver, tehát egy Apache szervernek, ha vannak sérülékenység, az ki lehet használni, be lehet jutni a rendszerbe, és lehet rendszergazda jogosultságokat kapni, és onnantól kezdve átvenni egy rendszer fölött az irányítást, de vírusok nem jellemző, tehát a vírusok azok tényleg inkább a Windowson belül jellemzőek, úgyhogy, de valóban igazad van, tehát ilyen szinten, de hát az a Linuxnak a sajátossága, ugye, hogy nem az, hogy nehezebb hozzá, hanem talán ugye azt se felejtsük el, hogy a hackerek nagy része is, ugye, valószínűleg valamiféle programozói múlttal rendelkezik. És azért a saját társait, hogy úgy mondjam, tehát akik szintén nyílt forráskódú rendszereket írnak, vagy nagyisten használnak, azért nem bántja, tehát nem rúg bele a saját társai. A Windows ellen meg ugye évek óta hadjáratot folytat mindenki, nem véletlen az, hogy a vírusok nagy része is inkább Windowsos operációs rendszere íródik, tehát ha már fizetős, akkor kihasználják, hogy még inkább, hogy na akkor tessék, kezdjél magaddal valamit, Microsoft, csinálj egy olyan oprendszert, amiben nem lesz agyon vírusozva. De mondom, tehát ez is felhasználó szokások kérdése, mert nekem a Windows-on sem szokott vírusos lenni. Tehát van fönn ugyan vírusító, de még egyszer nem jelzett nekem, hogy valami problémája lenne. Tehát, és nincs is. Tehát ez megint egy olyan, hogyha ésszel internetezik az ember, és nem tört le mindenféle majdnem csúnya szót mondtam, dolgokat az internetről, és nem kattintgat mindenhova orba szájba, csak azért, hogy lásson valami szép képet mondjuk, vagy valami kellemesebb filmet, ugye, ilyen-olyan forrásból, és nem töltöget le ezért cserébe mindenféle toolbárokat, STB, akkor nincs olyan nagy veszélybe a gép, tehát észre kell használni a netet is. Nem csak tovább is mindenre csak kattintunk, hanem nézzük meg, olvassuk el, hogy mire kattintunk, jó? És akkor sokat segít egyébként. Ne fogadjunk el mindenféle linkeket, a Facebookon is látunk valamit, és nem ismerős, vagy az ismerős küld neked angolul egy üzenetet, benne egy linkkel, akkor ne kattintsunk már rá, hát legyünk már egy kicsit egy gyanakvóbbak. Tehát, ugye, sok mindenben gyanakvóak vagyunk az életben, mindenki összeesküvés elméleteket gyárt magába, meg közösségek alakulnak összeesküvés elméletgyártásra, de ugyanakkor meg a való életünkben, amikor ténylegesen valamit mi csinálunk, akkor meg olyan gyanútlanul rákattintunk dolgokra. Hát ott legyünk kicsit óvatosabbak a saját dolgunk kapcsán, az egyéb más összeesküvés elméletekben meg lehet elmélkedni, de mondom először, tehát mindenki a saját házatáján csináljon egy kis rendet, én úgy gondolom, és majd ha ő már mindent megtett, ami tőle telik, akkor kezdjünk el más dolgokba is agyalni. Bocsánat az ilyen szociológiai hozzáállásomhoz, csak tényleg ezeken én úgy föl tudom egyébként bosszantani magamat, amikor néhány embernek, hát ezért nem is szeretek másnak a számítógépéhez egyébként hozzányúlni. Tehát azért van az én kis laptopom, amit inkább hordozok magammal, otthon is ezt használom, meg itt benne a munkahelyen is, mert itt is mindenki telepítget mindent fel a gépekre, azért itt is vannak ám vírushegyek, innen-onnan kapunk levélbe, stb. Megnyitják a kollég. Nem bírok egyszerűen, nem szeretek más számítógéphez hozzányúlni, mert nem akarok. Tehát, hogy ez erre én így berendezkedtem, beköltöztem, és akkor én ezen így el vagyok. Gyakorlatilag. Mindenki másképp csinálja ugye ezt is, tehát mindenki máshogy szereti, más a háttere, mások az ikonok, más programokat használ, ebbe a könyvtárba ment abba, és ugye ebbe belenyúkálni kicsit nehézkes, tehát ezért vagyok néha bajba, hogyha valaki megkérde, hogy segítsek a gépén, megcsinálsz, hogy ezt szeretném még föltenni, meg azt, és akkor hogy nézek, hogy biztos, hogy ez kell neked, és mondok neki egy másikat,
akár csak lehet a Word-ről. Múltkor pont az egyik ismerősömnek installáltam újra a gépét, és ő sokat használ irodai szoftvereket, és hát Word-öt tegyek föl neki, de mondom, van Word-öd? Hát nincs, de szedjek le a netről. És akkor így nézek kikerekedett szemekkel, hogy most szerinted én tudom, hogy honnan lehet leszedni? Meg ha tudnám is, én ilyet nem csinálok. Itt az OpenOffice tett föl, de hogy ő azt nem akarja, azt nem, hogy az más, mint a Microsoft Office. Hát más basszus, de hát az ingyenes, a másik meg fizetős, és inkább krekkeljek le neked egyet, én nem fogom, mert sem mondom, akkor az Office tett föl magadnak, ahonnan akarod. Én nem fogom föltenni, a Windows-odat föltettem, az eredeti volt. Tehát van bennem egy ilyen, hogy mondjam, tehát bennem van egy ilyen elvi kérdés ezzel a kapcsolatban. Belém nevelték, meg hát lehet, hogy a foglalkozásomból kifolyólag is, meg azért is, mert én ennek idején már ugye ezt lehet, hogy meséltem egy-két embernek, én már ebbe belefutottam, én már megfizettem ezért, tehát akár én még rekkelgethetnék is, sok száz vagy ezer emberrel, vagy százezer emberrel ellentétben én már megfizettem még annak is az árát már pár, hát most már lassan 10 éve. Sokba került az nekem, hogy nekem is volt egy-két olyan szoftverem, amit nem kellett volna a gépemnek lennie. Most már nincs ilyen, ne aggódjatok. Mindenem legális. Vagy nem is teszem föl, hanem az. Tehát, jó, mindegy, zárjuk is le ezt a témát, csak mondom, néhezen fölbosszantom magam, menjünk tovább. Azt írja Jani, hogy hát ez is igaz, amit te mondasz, észre kell használni, és kész, nekem sem volt még annó XP-n se nagyon vírusom, talán egyszer dettó Jani kezet foghatunk, nekem is. Tehát amikor még XP-t használtam, ott se voltak különösebb problémáim. Néha nekem is persze egy-egy e-mail, vagy valami azért szokott vírusos lenni, vagy egy-egy weboldal, olyan oldal, ahol járta az ember, és gyanúton azért még XP alatt jóval több sérülékenység szokott lenni, vagy van. Úgyhogy XP-nél azért tényleg jobban vigyázom, Windows 7 azért már ebből a szempontból jóval biztonságosabb, na most meg csuklok, hát mindig van valami, ami miatt... ami miatt megállítom magam. Na, tehát, hogy visszatérve, hogy valóban így van. Úgyhogy, ha észre használja az ember a netet, akkor nincs gond. És ezt például én annak idején anyukámnak az agyába is belevéstem, amikor annak idején megtanítottam, ha lehet így mondani, számítógépezni, bár igazából magától tanult, meg én csak az alaplépéseket mondtam el neki, és kikötöttem, hogy vigyázzon, hogy miket telepít, mikre nyom továbbot, olvass el, és mindig el is szokta olvasni, és a múltkor is fel kellett telepíteni neki valami videó, ilyen biztonsági kamera szoftvert, hogy távolról tudjon nézni egy biztonsági kamera szoftvert, és hát ő engem kért inkább meg, mert mondta, hogy itt valami valahol elakadt, hogy valahogy nem ért, hogy miért ezt is föl kell tenni hozzá, meg azt is, valami kodekeket kellett egyébként föltenni, és ő rögtön megijedt, nem megijedt, csak azt mondta, hogy na jó, ez nem tudja micsoda, akkor inkább nem teszi föl. És nagyon jól teszi, tehát akkor először nézzen utána, vagy kérdezzen utána, ne nyomjunk mindenre okét, meg továbbot, mert ha esetlegesen mondjuk olyan programról beszélünk, akkor akár komoly károkat, hát nem károkat, de az oprendszerünket mondjuk instabilá teheti, vagy vírusossá, vagy stb. Tehát, úgyhogy büszke vagyok anyukámra, jó tanítvány ilyen szinten. Úgyhogy megoldottuk, és tehát most már ilyeneket is simán csinál, meg Skype-olgat a nagynénémmel, tehát most már igazi kibermami lett az én anyukám. Jó, megyünk tovább Lajossal. Hú, aztán lassan futunk is ki a műsoridőből. Hello, Wendy, TV-készüléket készülök venni. Mondanál valamit arról, hogy mire jó, ha egy TV-be van processzor? Azt láttam, amiben már dual proci van. Érdemes olyat venni annak ellenére, hogy kb. 100 000-rel drágább, mint a proci nélküli okos tévé. Minden TV-be van proci, amiben van valamilyen alkalmazás futtatási lehetőség. Sőt, nem csak alkalmazás futtatási lehetőség, egy bármilyen egyszerű tévének is van egy menürendszer, amit valamiből elő kell varázsolni, és valahogy le kell futtatni. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell az okos tévének lenni, hogy processzor legyen benne. Valami minimális proci mindegyikben van. Itt már ugye az a probléma a mai tévéknél, hogy tényleg okos tévékről beszélgetünk, ergo itt sem feltétlenül elhanyagolható már valóban a processzor. Tehát én például az én tévémnek, a smart tévémnek a processzorával nem vagyok megelégedve, mert lassú. Tehát meg is néztem, 300 MHz-es processzor van benne. Igaz, hogy ARM prociról beszélünk, tehát koprocesszorral ez ettől függetlenül még a HD felbontású videókat tökéletesen megjeleníti, mert ugye nem csak processzor kell. Viszont az alkalmazás, a futtatása az, ami tragikusan lassú. És például, ha egy tévében nagyobb proci van, nem is dual proci van, az valószínűleg az alkalmazásokat sokkal gyorsabban fogja futtatni, mert hogy ezeknek a futtatása viszont processzorból történik. Úgyhogy Lajos, ez a helyzet, hogy okos tévéknél, amik gyakorlatilag már egy majdnem, hogy beépített számítógépről beszélünk,
egy számítógép esetében meg minél gyorsabb a proci, valószínűleg annál gyorsabb a számítógép is, ergo itt most a tévé esetében a tévé. Tehát, hogy megérjenek, hogy 100 000-rel drágább, meg ilyenek, hát ebben én meg most már ebben azért nem tudok állást foglalni, mert annyiféle eszköz van, hogy lehet, hogy az egyik gyártónál egy ugyanolyan processzoros tévé, mert hogy a procikból az olyan túl sok választék még mindig nem nagyon van, tehát valószínűleg hasonló vagy ugyanaz a processzor van az egyik tévében is, mint a másikban, csak más a menürendszer, más az alkalmazáskezelés, más az egész történet, de a technológia valószínűleg ugyanaz egyébként. Lehet, hogy egy másik gyártónál ugyanez a processzorral nem kerül ennyivel többbe mondjuk. Csak hogy ezek nem mindig vannak ráírva, mert hogy az átlag halandó felhasználók ez úgysem érdekli, meg nem ért hozzá, ezért nem írják le, hogy pontosan hány megaherces processzorra. Nagyon megnézni apró betűkkel a system, tehát a rendszer leírásban benne van, hogy mit tud a tévé, meg a procia is, meg miket tud dekódolni, meg ilyenek. Ott ennek utána tudsz nézni, de én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy 100 000 forintnál többet ér, tehát 100 000 forinttal többet érne egy tévé azért, mert mondjuk egy dual proci van benne. Tehát annyival nem ér többet. Ha csak, mit tudom én, ugyanaz a széria, de nagyobb proci van benne, tehát 300 helyett mondjuk 600 MHz, vagy mondjuk legyen akár benne dual, és ezért mondjuk 10-20-30-40 000 forinttal esetleg többet kerül, de akkor már nagyon, a 40 000 az már nagyon határeset, akkor azt mondom, hogy még talán megéri egy gyorsabb processzoros tévé, de 100 000-et én nem adnék ki érte. Meg egyáltalán a smart funkcióért sem, az az igazság. Tehát én is ezzel indultam neki, amikor új tévét akartam venni, hogy hát akkor már veszünk egy olyan tévét, ami mindent tud, egy ideig akkor az jó lesz. Most az elkövetkező 5 évben úgysem szándék szok tévét venni, hogyha, ha csak nem történik vele valami gond, és akkor már vegyen olyat az ember. És akkor én azt vettem észre egyébként, hogy ugyanebből a kategóriából, ami nekem van, ha 3D nélküli verziót vettem volna, ha az okos TV nélküli verziót vettem volna, akkor ilyen 15 000 forintos modulonként. Tehát modulonként 15 000 forinttal kerül azért többe a készülék, mert mondjuk benne van a 3D, benne van a Smart, STB-STB. Tehát, hogy ugyanebből a készülékből, amit most hasraütésszerre mondok, 150 000 vagy 100, nem is tudom mennyi vettem, 180 000-ért vettem, bocsánat, 180 000-ért vettem, ha ebből én nem akarnám, hogy legyen benne 3D, meg nem akarnám, hogy okos tévé legyen, tehát ne futasson alkalmazás, akkor attól még például videó lejátszani tud távolról. Tehát, hogy ezek az ilyen hálózati, ilyen média szerver funkciók, ez nem csak az okos tévén, azt már majdnem minden tévébe belerakják, az nem kell okos tévének lenni. Az okos tévé az annyival jobb, hogy abban mondjuk alkalmazásokat lehet futtatni. Tehát van benne YouTube alkalmazás, bár mondom, olyan okos tévé is van, egyébként is van YouTube alkalmazás, de mégsem okos tévé. Tehát azért vannak ilyen jellegű különbségek. Mindegy, az a lényeg, hogy ezek a funkciók egyenként az én tévém esetében 15-15 000 forintokba kerültek. Tehát, hogyha nem kértem volna bele 3D-t meg Smartot, akkor lehet, hogy 100, mennyi ez, 30 000, tehát akkor 150-ből meg lett volna, tehát 149-ből egész pontosan. Így meg, hogy benne van a 3D, meg benne van a Smart funkció, amit egyébként teszem hozzá, hogy a 3D is, mikor megvettem, akkor buli volt, nem is tudom, mikor néztem utolja 3D-s filmet. Tehát először is most azért vegyek meg egy filmet, egyébként sem vagyok ennek nagyon híve, hogy most egyszer megnézem és ott álljon, akkor inkább kölcsön szoktam kéregetni filmeket. Tehát, hogy ez is egy ilyen dolog. A Smart funkcióból meg bevallom őszintén, tudjátok, mit használok? A Fixet szoktam néha tesztelni, hogy megy a Smart TV-s adásunk néha. Meg néha YouTube-ozom. Mert ugye azt is úgy, hogy mobilról, ugye a mobilt hozzá tudom párosítani a tévéhez, és akkor a mobilom a YouTube-ozok, de a tévén látom. Tehát ilyeneket szoktam csinálni. Megmondom, a böngészőbe szoktam a smart.fixhd.tv-n keresztül nézni az adásunkat. Nem, mintha egyébként nem jönne, de azért akkor ott HD, meg mit tudom én, meg tényleg tesztelés jelleggel, de egyébként nem használom másra. Lehetne vele Facebookozni, meg Skype-olni, de most őszintén, tehát ott ülök a gép előtt, hát onnan a sokkal egyszerűbb, mint távirányítóval ezeket beírogatni. Persze arra is van megoldás, mert okostelefonhoz van hozzá alkalmazás, amiben távolról tudom billentyűzetként használni, meg távolról a mobilról tudom irányítani a tévét. Tehát ezeket már mind tudja egy okos tévé, de nem tudom, hogy ez megére mondjuk plusz, mit tudom én, 30 000 forintot. Lehet, nem tudom. Tehát ezt mindenki saját maga döntse. Mondom, én nem használom ki például ezeket a funkciókat annyira a tévénbe, tehát én is leginkább arra használom, hogy tévét nézek vele. Mire való egy tévénézésre, ugye? Jó. Na, hát látom, még érkeztek kérdések, de hát az a baj, az időnk meg már így kifutottunk belőle. Netbookos úriembernek üzenít Zoltán, hogy én
Xubuntu-ra cseréltem az oprendszer, gyorsabb, mint az Ubuntu, és nekem elsőre jobban hasonlít a Windows XP-hez. Ubuntu-nál ez az új felület nem mindenkinek jön be. Igen, ebbe is megosztanak a vélemények. Egyébként bevallom őszintén, nekem se. Tehát én is most nem régiben egy pár hete telepítettem szintén Ubuntu Linuxot, és nekem is az volt az első dolgom, hogy visszaállítottam a klasszikus Ubuntu futtató grafikai felületet, mert ez az új Unity dolog, ez nekem se annyira jön be. Ez megint inkább egy kicsit olyan, mint a Windows 8-nál a táblagépes megoldás, olyan nagyon nagy ikonokkal, egy kattintás előjön, lehet így. Tehát az is az érintőképernyőre van kihegyezve, mert nem érintőképernyő, és megint csak azt mondom, hogy nem annyira kényelmes, vissza a régi, de hát azt gyakorlatilag két program sorral meg lehet oldani. Úgyhogy valóban egyébként a Xubuntu meg, ha jól tudom, akkor az alapból a nem is a gnómos, hanem nem az a Kubuntu, a KDS, a Xubuntu az a sima alap klasszik gnómmal fut, igen. Aztán mi van itt még? Vegashoz hasonló program kellene. Az igazság, hogy az nem nagyon van. A Sony Vegas egy nagyon jó videóvágó szoftver egyébként, és még nem is annyira drága a többihez képest. Tehát én annál jobbat, ingyeneset nem fogsz találni szerintem ebben a kategóriában. Tehát szerintem az a maga kis 25-30 ezer forintját, amiben kerül mondjuk egy alap Vegas, az még talán azt mondom, hogy meg is éri. Tehát most nem akarok persze reklámot csinálni neki, de az egyik legflexibilisebb és tök egyszerű videóvágó szoftver, úgyhogy ingyenes nem nagyon van ezekben. Maximum a Movie Maker, de hát most Movie Makerbe vágni az. Na jó, köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk. Jók legyetek, kitartást, további szép napot nektek, szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.